megyek júniusban, fehér kucsmát hordana, és pisztráng rajok úsznak el akkor hadozó híd alatt. Hol lenn a völgyben 200 kémény füst felhőket ereget, élt egy asszony magányosan, férjéről várt híreket. De már, hogy tábori lap, nem oldotta magányát, reménykedve várta mégis minden nap a postáját. A kertkapuhoz kisétálva lestem meg a hírhozót, és könnyes szemmel sétált vissza, ma sem kapott semmi jó. Nap aztán furcsa levél érkezett a címére, csináltasson igazolványt megváltozott nevére. Megírták, hogy mikor menjen, melyik házba és hova, így lett Kovács Máriából Mária Kovácsova. Mennyi hosszú év repült el azóta, hogy utoljára levelet hozott ki neki a posta. Esténként férje fényképét fekteti párnájára, beszél hozzá, simogatja és hűségesen várja. Egyszer aztán nyílt az ajtó, és ott állt a vénbaka, bankójára támaszkodva a fogságból tért haza. Nem szóltak, csak nézték egymást, mint szerelmük hajnalán, nézte egymást némán az az ifjú és a szép leány.